Szeretném, hogyha itt most beszélgetnénk a nyílt színen, illetve ez a beszélgetésnek a második felében szeretnénk egy ilyen fórum jellegűvé átalakulni, amiről itt az egész héten igyekeztünk beszélni, meg amiről a Szentlélek is folyamatosan bizonyságot tett, hogy valamilyen módon a közösség és a közösségnek a megélése, annak a szeretetnek a megélése, amit Istentől kapunk egymás felé, és ugye amiről beszéltünk tegnap is, hogy hogyan tudjuk ezt nem vajtára korlátozni, ezt a fajta élményt, illetőleg, hanem tovább vinni a hétköznapjainkban. Illetőleg az a nagy kérdés ebben, hogy tud ez a hangulat, érzés, élmény, amit itt átélünk töményen, hogy tud ez valamiféle stabilitást nyerni, hogyan tud ez életmóddá, értékrenddé válni bennünk. És az a kérdésem, hogy vetítsük ki az tegnapi egyik főigét, az 1 Péter 1.22-t, mert az, hogy a Péter apostol, hogy lelketeket az igazság, és ez az első kérdés, amit szeretnék felvetni, illetve hogy hozzászóljatok ehhez a dologhoz, hogy lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítsátok meg a Szent Szellem által, és így egymást tiszta szívből és buzgón szeressétek. Ugye arra eljutottunk, hogy ebben a gyülekezetben mi maximálisan tiszteletben tartjuk mindenkinek a szabadságát, legalábbis törekszünk erre, és nem akarunk programot csinálni, nem akarjuk megszervezni a kapcsolatokat, a közösséget, meg egyéb dolgokat. Úgy gondoljuk, hogy ez elsősorban nem szervezeti kérdés, hanem az, hogy ebből a hangulatból, érzésből, amit átélünk itt Istennel, meg egymással, ebből valamiféle értékrend, életmódbeli stabilitás jöjjön létre, arra jutottunk, mi már erről beszélgettünk, hogy ez akkor történik meg, hogyha az Isten igéje, tehát ahogy mondja itt a Péter apostol, hogy az igazságnak az igéje egy meggyőződést hoz létre, a Szent Szellem egy kijelentést ad arról, hogy mi az Istennek a jó, kedves, tökéletes akarata, és ez nem csak információ, hanem egy belső meggyőződés jön létre bennünk arról, hogy igen, ez így lesz jó. Igen, ez is, így Istennek az akarata. Igen, én ezzel azonosulok, ez az én életemnek, ez az életemnek a célja. És ugye ebben a dologban, amiről beszéltünk, hogy szükségünk van. Tehát van egy ráébredés az emberben, hogy a post-covid szindrómákból való, meg az egész ilyen elidegenedettségből való szabadulásnak az útja az, hogy szükségünk van egymásra. Tehát az Isten igéje is mondja, meg a belül is mondja nekünk, az Isten igéje azt mondja, hogy egymás nélkül nem tudunk lenni, nem lehet szeretni egyedül. Ilyen módon a közösségre olyan szükségünk van, mint egy falat kenyére. Ahhoz, hogy kipróbáltá váljon a mi hitünk, ez egyedül nem tudjuk megtenni, a kipróbáltságra hoz szükségünk van egymásra. Szükségünk van arra, hogy elszenvedjük egymás szeretetben. Szükségünk van arra, hogy hordozzuk egymás terhét. Szükségünk van arra, hogy szeressenek minket, és mi is szeressünk. Na most, amikor ez egy meggyőződési válik, és az emberben létrejön az a hit, hogy az én Krisztusban való növekedésemnek, fejlődésemnek ez az útja. A közösséget erre találta ki az Isten, és az ember hoz egy döntést ebben, tehát ez az, amiről beszél a Péter, hogy az igazság iránt való engedelmességben, akkor következik a Szent Szellemnek az a munkája, hogy ezt beírja a szívünkbe, és kijelentéssé teszi az információt, és ez a belsőnknek, a belső lényünknek a tartozéka. Egyé válunk ezzel az igazsággal, és akkor vagyunk boldogok, amikor ezt az igazságot megcselekesszük. Akkor vagyunk boldogok, amikor tanúskodunk. Akkor vagyunk boldogok, amikor imádjuk az Urat. Akkor vagyunk boldogok, amikor énekelünk és dicsérjük az Urat. Tehát ez a kijelentés teszi azt, hogy az értékrendünk az Isten igéjével harmóniába tud kerülni. És akkor következik be, amiről itt beszél a Péter apostol, hogy a Szent Szellem által megtisztítjuk magunkat a képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre. Ez azért nagyon lényeges, hogy nem egy megfelelésből vagy elvárásból gyakoroljuk a szeretetet egymás iránt. Nem...
Tehát, hogy a képmutatás az az, amikor nem belső motivumból, hanem külső megfelelésből csinál valaki valamit. És itt azt mondja, hogy a Szent Szellem tesz képes arra bennünket, hogy belülről fakadóan éljük meg ezt a szeretetet Istennel is, és egymással is. És akkor ez könnyű és gyönyörűséges iga. No, hát és akkor ebből fakad az, hogy részes társai leszünk az evangéliumnak, részes társai, felelősséget vállalunk ilyen értelemben, és befektetünk. Mint ahogy a kapcsolatokba, a gyerekeinkbe, a akármiféle dolgainkba befektetünk, és ezeknek az értéke, ami számunkra akkor növekszik, ahogy egyre inkább, egyre több energiát, egy időt az életünkből egyre többet adunk. Na most ugyanez, hogyha az közösséggel kapcsolatban létrejön, akkor nekünk, mint vezetőknek nem kell onnantól kezdve purgálni az embereket és nagy lelkesítő szózatokat ordiválni, meg irány a vasút és cél és mindent bele, hanem ez belülről fog fakadni. Na hát én ezzel, nálatok van mikrofon, én ennyit szerettem volna bevezetésként mondani, és az a kérésem, hogy erről mi elég sokat beszélgettünk, hogy ti is osszátok meg, hogy mit gondoltok ti erről a módról, ahogy mi ezt szeretnénk a gyülekezetünkben. Tamás, úgyis nálad van a mikrofon. Arról a módról, hogy a gyülekezet közösségé váljon. Amit te úgy szoktam, hogy közönségből közösség. Lementünk alfába, mert azt hittük, hogy az egész tegnap esti prédikációt megismételned, és akkor... Majdnem sikerült, de azért nem. De én hozzá először kicsit más szeretnék mondani, mert az engem feszít, aztán visszatérünk a témára, a cica vízióval kapcsolatban. Mert valóban én meghallgattam a cica víziót, nagyon jó volt, élőben is meghallgattam, meg aztán utána még egyszer, az ugye, amikor a Rituka vezette, a Laci hívta cica víziónak, ott a copyright, a beszélgetés, és rendkívül döbbenetesen nagyon jó beszélgetés volt, és ott is elhangzott ez, és a Laci is utalt rá, és ugye prédikált is belőle, hogy a derékasszony. Csak ez azóta is álvatlanul forgolódtam éjszaka, de haragudjatok, ha nem mondom el, akkor... Drága hölgyeim, a derékasszony dicséretét azt a fiúknak kellett megtanulni. Az nem azért volt, hogy neked ilyennek kell lenni. Hát úgy kezdődik, hogy a derékasszony kicsoda találhat. Hát most kikeresi a derékasszony, nem a másik derékasszony, hát most már ugye... Ki tudja, manapság már nem tudom. Tehát ez egy 22 versből álló zsoltár. ABC zsoltár. A Héberben minden egyes sora az a Héber ABC betűivel kezdődik. Ami azt jelenti, azért csinálják ABC zsoltárokat, mert ez könnyebb volt héberül megtanulni. És azért kellett megtanulni, mint az egy megérett, a megy, kettő csipke, bokor vesző. Ezt a 12 éves fiúkkal tanították meg, mert serdülni fognak, és a zsoltár pontosan arról szól, amiről nem szól, hogy mindegy, hogy néz ki. A belső tulajdonságokra figyelj, mert egy jó feleség, az legyen serény, az legyen odaadó, nem az összes izének kell neki meglennie, csak hogy ezek legyenek benne. Hogy miért ne a külsőre figyeljen, azért, mert azt úgyis észreveszi, azzal nincs probléma. És ezzel együtt a hormonok elintézik, de hogy amikor feleséget keres, akkor lásson túl a külcsinen, és nézze meg a belbecset, jó? Tehát, hölgyeim, ez nem tükör, hogy na, ilyennek kell lenned, meg nem tudom micsoda. A fiúkat vegzálták ezzel, hogy próbálják felfogni, hogy a lány belső értékeit is vegyék észre, és ne csak a külső. Bocsánat, én nekem az a emlékképen van, hogy amikor a Katival ti összeházasodtatok, akkor te még nem ezen a... Igen, én a Katitól kértem, hogy tanulja meg a derékasszonyt kívülről, különben nem veszem. Hát itt van, tessék, látszak. Erre gondoltam, igen. De hát nem te tanultad meg, hanem ő? Ő tanulta, én már tudtam. Nem, egyébként én is csak később jöttem rá erre, mert sokáig így gondoltam, és pontosan ezért tartom fontosnak elmondani, mert elmondtam ezt már sok helyen, de ezek szerint nem mindig jutott el ide. Ez a hölgyeim nyugi, ez a fiú leckéje, ez nem a ti leckétek. Oké, hát akkor közösség. Kanyarodjunk. Ez is lényeges kérdés, mert... Nagyon lényeges. A közösség szempontja, ugyan a gyülekezetünknek a közösség ilyen szempontból handicapje, mivel, hogy ahogy Attila is fogalmazott, program gyülekezet vagyunk, az Isten tisztelet miatt jönnek az emberek, és egyébként
különböző helyekről, meg nem tudom én micsodáról, és az összejövetelért, az Isten tiszteletért jönnek. Ugye mindig, mikor vegzáltak bennünket, hogy mi a gyülekezet látása, akkor mindig elmondtuk, hogy hát az, hogy a jövő héten is meg kell tartani az Isten tiszteletet. És hogy nem akarjuk úgy csinálni. Igen, és hogy semmiképpen sem úgy csináljuk. Mint az Úr is, hogy egészen más, tehát ez a dolog lényege. A lábunkat se tesszük be abba. És azt gondolom, hogy most már kezd úgy formálódni azért, hogy ennél többet is szeretnénk, vagy ennél többet is akarunk, de mindenképpen azt szeretnénk, hogy ebben az Úr legyen útmutató. De amiben mindig handicapünk van, az éppen a közösség. Tehát éppen az, hogy együtt tudjunk lenni, sokszor kötetlenül, stb. És én ebben látok egy nagyon örvendetes trendfordulót, mert úgy látom, hogy a pandémia előtt inkább az volt, hogy az emberek szívesen eljöttek a nagy gyülekezetbe, és kevésbé mentek szívesen a kisebb csoportokba. Most ez megfordulni látszik, most inkább keresik a kis csoportokba a közösséget, mint hogy eljönnének a nagy gyülekezetbe. És ez a nagy gyülekezet szempontjából nem olyan örömteli, de egyébként nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy az emberek a mélyebb, személyesebb, közelibb kapcsolatra vágynak, és ezeket keresik. Úgyhogy én ezt nagyon bátorítanám, és itt a diakónusin is elmondtam, most is elmondom nyílt színen, hogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindenki tartozzon egy kisebb csoportba, egy kisebb közösségbe, ahol megoszthatja a hétköznapi bajait, a problémáit, mert a nagy gyülekezetben a prédikátor vagy eltalálja, vagy nem, vagy szól hozzád, vagy nem, vagy azt a témát vesz elő. Mi hisszük, hogy Isten ismeri az ott levőket, és akar hozzájuk szólni, és sokszor az ember nem is érti, hogy most hogy keveredett ide, de hát azért, mert van valaki, aki nézi, hallgatja, stb. Tehát én maximálisan hiszek ebbe, de tudom, hogy az is nagyon fontos, hogy egyszerűen csak meg tudjuk osztani. Legyen egy olyan hely, ahol nem csak a pocakunkat engedhetjük ki, hanem elmondhatjuk a nyűgöket, a terheket, nem is azért, hogy megoldják, hanem egyszerűen világosságra jöjjön. Egyszerűen, hogy ki legyen mondva, a világosságra legyen téve, és már annyival is könnyebb legyen ez a dolog. És ott tudunk egymásért imádkozni, ott meg tudjuk osztani a bizonyságainkat, a kis harcainkat, küzdelmeinket, hogy ki hogy talált fogást a micsodán. És ezért én őszintén szólva annyira nem bánom ezt a trendfordulót, én tulajdonképpen örülök neki, azzal együtt, hogy szerintem kívánatos az volna, hogy mind a kettőre szükség van. Tehát egyszerűen szükség eljönne a nagy gyülekezetbe, egy kis nagy perspektívába is gondolkodni, de ugyanolyan fontos és szükséges, és ebben eddig hiányt szenvedtünk a kisebb közösség. A kisebb csoport. Igen, egyetértek, illetve annyival egészíteném ki, és ebből a szempontból nagyon jó az ige, amit felolvasott a Feri az elején, hogy nem volt ez egy szándék szerintem a gyülekezet részéről, hogy mindenképpen erősíteni kell a kis csoportokat, hanem ez egy isteni folyamat, aminek a szemtanúi vagyunk. Ha elolvassuk még egyszer azt az igét, nem tudom, Tofik, ki tudod-e tenni, és egy kicsit tovább haladunk benne, akkor látjuk azt, hogy itt Péter egy folyamatot ír le. Van valami először, aztán következik belőle valami, és megint következik belőle valami, és hogyha a 23. verset elolvassuk, ugye ott kezdődik az egész sztori, hogy mint akik újonnan születtetek nem romolandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Szóval az egész folyamat a magból indul, hogy van egy ige. És ennek a gyülekezetnek, meg nem csak ne sajátítsuk ezt ki, mindenhol szerte az eklézsiában, a Szent Szellem állítja helyre az evangéliumnak az üzenetét. Azt a romolhatatlan magot. És ahogy ez megtermékenyíti az embereknek a szívét, ugye megértjük újból, hogy mi az új identitás, tudjuk egymást hitben látni, tudunk egymás felé bizalommal lenni, és szerintem ennek egy következménye az, hogy visszakapjuk a közösséget, a kis közösséget az Úrtól, amit Isten mindig is szánt nekünk. Mert én is a pandémia ideje alatt jöttem rá, hogy igen, nagyon-nagyon jó a nagy gyülekezet, és nagyon hiányoztak azok a nagy közös ünneplések, amikor ott vagyunk együtt az Úr előtt, de hogy valójában arra vagyok kalibrálva, hogy egy kisebb közösségben kibontakozzam. Tehát a személyiségem az nem tud egyszerre 5-600, 700, 800, akárhány ezer emberrel kapcsolatot tartani, hanem úgy van a lelkünk kialakítva, hogy egy kisebb közösségben kell, hogy megéljük az életünket. De ahogy az evangélium eltorzult, és megpakoltuk elvárásokkal, a kis közösség nagyon sok esetben nem áldás lett, hanem átok sokak számára,
és rengeteg sebesülés, sérülés, rengeteg valláskárosultat termelt ki, de ahogy egyszerűen az ige kifejti a hatását, az üzenet kifejti a hatását, helyreállnak a kis közösségek, és hogy jó olyan emberekkel együtt lenni, ahol önmagamat adhatom, ahol tudom, hogy el vagyok fogadva, ahol hisznek bennem, ahol nem folyamatosan a bűneimmel szembesítenek, a hibáimmal, hanem szeretnek, és hogy ezt a szeretetet adhatom tovább. És ugye ennek a következménye az, aztán amit ott Péter leír, hogy egyébként nagyon izgalmas, úgy mondja a Csia fordítás, hogy és egymást megfeszülten szeressétek. Ez a megfeszülten, ez nem azt jelenti, hogy egymást feszítsétek keresztre, hanem azt, hogy mi vagyunk, akik Krisztussal együtt meghaltunk, és meghozzuk egymásért is azt az áldozatot, amit Krisztus meghozott értünk. Erre persze magunktól nem vagyunk képesek, de hogy fölismerjük az igének ezt az erejét, ez megtörténik. És szerintem nagyon fontos és izgalmas az, amit a Szent Szellem tesz. És szerintem a Szent Szellem munkája az, hogy ezek a kis közösségek előtérbe kerülnek, és elképesztően én is fontosnak tartom, hogy tartozzál valamilyen kis közösséghez. És nagyon örülök annak, hogy rengeteg új házi csoport jön létre a gyülekezeten belül, mert a vasárnapi istentisztelet az a jéghegynek a csúcsa minden szempontból. És az ajándékok, tehát annyi ajándék, ami a gyülekezetben van, egyszerűen nem tud kibontakozni hetente egyszer két órában. Az élet nem heti két óráról szól, hanem 7x24-ről, és az ajándékainkat is arra kaptuk, hogy ahogy Dobozi Péter a hétköznapi kereszténység kurzuson ugye ezt taglalja, arra kapjuk az ajándékainkat, hogy a nap 24 órájában, a hét minden napján ezeket megéljük. És ne vasárnaponként vegyük elő, poroljuk le egy kicsit, és akkor akinek van lehetősége ott, akkor valamit alkot, a többiek meg közönségként figyelik, hanem ezek haszonra adattak, és hogy egymás felé szolgáljunk. Hát még nagyon sok gondolat van bennem, de majd Ervin után, meg a Feri után. Én egy kicsit értelmezném ezt az igét, és egy pár szót kiemelnék, nem hosszan, nem. A lelketeket az a pszichétek, és a lelkünket nekünk kell formálni és alakítani. A Szent Szellem bennünk segít abban, hogy a lelkünk az Krisztusivá váljon. Ezért mondta Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem. A szelídség, az alázat, az elfogadás, a másiknak a tisztelete, ezek a léleknek a területei, a pszichének a területei, amit nekem kell kimunkálni a Szent Szellem segítségével. És amikor azt mondja az ige, hogy az igazság iránt való engedelmességben, tehát a megigazulásnak való engedelmesség... Dikájoszuné van? Hajon. Alétája van? Mindegy. Tehát az, hogy az igazság fogja ezt a fajta mérőzsinort, vagy ezt a fajta elvárást elém tárni. Nem a másik. Nem egymást tárjuk és feszítjük fel keresztre, hanem magunkat, a saját pszichénket, a saját egónkat, ami szintén a pszichének a része, amelyik akarja azt, amelyik azt akarja, hogy te legyél úgymond a valaki, a diktáló, és ő az elfogadó. Na és itt akkor utána a képmutatás. Minden kapcsolat legnagyobb rombolója a képmutatás. Az, amikor nem tudok valaminek megfelelni, de úgy csinálok, mintha megfeleltem volna. Minél szorosabb egy kapcsolat, annál kevésbé működik a képmutatás, vagy ha benne van a képmutatás, akkor annál elviselhetetlenebbé válik a kapcsolat. Én eljöhetek a gyülekezetbe, és képmutató módon adhatom a jót, és csinálhatok nem tudom én bármit. Ha képmutatásból van, nem fog létrejönni a koinónia, amiről szintén hallottunk, az nagyon sok minden, nagyon jó dolgokról hallottunk. Nem fog létrejönni, mert a vallásnak is, és az emberi kapcsolatoknak a legnagyobb pusztító eleme a képmutatás. Amikor az, és az azt jelenti, hogy nem az vagyok, aki, nem annak mutatom magam, aki vagyok, hanem annak mutatom magam, aki szeretnék lenni, és amit elvárok a másiktól, hogy úgy lásson engem, hogy én vagyok a Joe bácsi. Tehát a képmutatás nélküli atyafiú szeretet, na ez az a koinonia, amiről Jézus is beszél. Ez az, amit le kell vetköznünk a képmutatás. Ne legyél képmutató a másik, hanem legyél őszinte. Legyél nyílt és legyél egyenes. És az őszinte egyenes embereket, akik a lelkükben ezt képviselik, azokat szeretni fogják a hibáikkal együtt.
mert nem a hibákról van szó. Nem a hibák az akadályok, vagy a jellemgyengeségeink az akadályok a kapcsolatainkban, hanem a pofátlan képmutatásunk. És nézd meg a vallást, fölteszi a mércét, és utána, amikor tudod, hogy nem tudsz annak megfelelni, akkor elkezdesz képmutatóvá válni. És úgy csinálsz, mintha meg tudtad volna tenni, és ezért Jézus azt mondja, hogy mindenek előtt ettől tartózkodjatok. És nem csak a farizeusok, képmutatók. Mindnyájunkban benne van az, hogy egy kicsit Joe-nak akarjuk állítani magunkat, Jobnak, mint amik vagyunk. De mondom, a hibáidat el tudjuk fogadni, és ti is el tudjátok az én hibáimat fogadni. Akkor, hogyha ezt fölvállalom. De hogyha az én hibáimat képmutató módon elfedezem, akkor az nem lesz jó. És ezért azt mondja, az atyafiúi szeretetnek ez az egyik legnagyobb akadálya a képmutatás. És ha nincs képmutatás, kérem vissza még egy pillanatra. Azt mondja, és ti azt mondja, ti az atyafiú szeretetre tisztítsátok meg, és bocsánat, én nem ide teszem a vesszőt, de ez a Szent Szellem által szeressétek egymást tiszta szívből. Mert szeretni nem tudunk, csak a Szent Szellem által. Attila. Igen, már Ervin is mondta szinte, de csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy önmagában eldöntheted, hogy nem leszel képmutató, de nem fog menni. Akkor szabadulsz meg a képmutatástól, ha megérted az Isten kegyelmének az üzenetét. Mert rájössz arra, hogy szeretve vagy, el vagy fogadva a hibáid ellenére. És amikor rájössz arra, hogy már nem érdekel, hogy nem azért, mert nem vagytok fontosak, de már nem függ az identitásom a véleményetektől, hogy így mondjam, hanem az Úr véleményétől függök, aki szeret és elfogadott és gyönyörködik bennem, akkor felszabadul az életem, és merem önmagamat adni. És egyébként ez az útja a megtisztulásnak is. Ugye János mondja, hogy ha világosságban járunk, akkor van közösségünk egymással. És akkor éljük át azt egyébként, hogy a bűneinkből is szabadulunk és tisztulunk, mert egyszerűen a világosságra merjük hozni a problémáinkat is. És ezt csak hozzá akartam tenni, hogy igen, a képmutatás az egy borzasztó dolog, de egy következmény. És annak a következménye, amikor nem az evangéliumban hirdetve. Illetőleg én talán még annyit hozzátennék ehhez, hogy ez a dolog úgy működik, hogy Jézus mondta, hogy szenteld meg őket a te igéddel, mert a te igéd az igazság. Tehát amikor ezt a kegyelemnek az igéjét hallja egy ember, halljuk, és ez van hirdetve, akkor ez az ige létrehozza azt a hitet, azt a meggyőződést, azt az összekapcsolódást az Istennel, és itt lép be a Szent Szellem csinálja az egészet, hogy összekapcsolódunk Istennel, és a Szent Szellem bennünket alakít át úgy, hogy nem esik jól, rosszul esik hazudozni, rosszul esik megjátszani, rosszul esik képmutatóskodni, és jól esik valóban szeretni. Tehát ez nem egy ilyen feszítsd meg magad mozgalomról van szó, hanem arról van szó, hogy engedjük, hogy az ige és a Szent Szellem létrehozza bennünk ezt az új értékrendet, ezt az új teremtésnek a krisztusi működését, ami az egymást tiszta szívvel, buzgón való szeretésben fogalmazza meg a Péter. Ha lehet, akkor én most tovább lépnék egy kicsit gyakorlat. Tessék, mondja Tamás. Igyekszem röviden. Nem. A képmutatásnél ragadnák le, mert ugye ez gyakorlatilag tényleg az első számú bűn, ami a közösséget megrohaz, ez a kovász, ami meg ha hagyják hatni, akkor mindent megrohaszt. És egy példát szeretnék hozni, mert ez nem csak az egyház problémája, az egész ember és minden kapcsolat problémája. Talán 10 évvel ezelőtt volt a vámpírmánia a fiatalok között, a gyerekeim jöttek haza és mondták, hogy a gyerekek nézik ezeket a vámpír filmeket, és sikontoznak a moziba, mint amikor a Beatlesnek voltak a koncertjei. És ugye aztán jöttek a szülők rémülten hozzám, hogy hát démon, okkultizmus, vámpír, ördög, hát ez szörnyű, hát a gyerekek oda vannak meg vissza, a Harry Potter után a következő csapás a vámpírok voltak. És akkor kutattuk egy picit a témát, és kiderült, hogy ezek a gyerekek, tehát most 13-17 év közötti fiatalokról beszélünk, főleg lányokról, de fiúk is nagy számban. Kiderült, hogy azért tudnak a vámpírral azonosítani, mert ezek a filmek
most nem leszek képmutató, de tényleg nem láttam őket, tehát nem tudom, miről szólnak. De ahogy ők elmondták, ezek a filmekben a dolognak az a lényege, hogy van egy vámpír, aki nagyon szeretné valakinek elmondani ezt a titkát, hogy ő egyébként egy jó fej, de hát van egy súlyos bűn, titka, amit... De szeretne, de valahogy nagyon vágyik rá, hogy ezt feltárhassa, és őt valaki annak ellenére, hogy tudja ezt a rettenetes titkot róla, mégis szeresse. És azért őrültek meg a tinik ettől, mert ezt nagyon ráismertek, hogy ezek ők. Hogy ő nekik a felnőtt világ mindenféle izét tesz eléjük, hogy ilyennek kell lenni, olyannak kell lenni, anyunak is meg kell, apunak is meg kell felelni, stb. De ők tudják belül, hogy ottan valami nagy rohadás van, de ennek ellenére szeretnének erről beszélni, de azt szeretnének olyas valakinek beszélni, aki ezzel együtt elfogadja őket. És ez egy általános emberi probléma, egy általános emberi érték, és az egyházban is ezben behozzuk ezt a kívánságot, és az egyházban viszont megvan az a lehetőség, nem azért, mert különbek vagyunk, hanem csak azért, mert a szellem által kitöltetik az Isten szeretete a szívünkbe, hogy valami kis mustármagnyit kapunk ebből a szeretetből, és képesek vagyunk azok lenni, akiknek fel lehet tárni a rettenetet, annélkül, hogy megutálnánk, meggyűlölnénk, vagy beskatujáznánk, vagy következménye lenne ebben az értelemben. Igen, akkor még tényleg, ha már felhengerítettem ezt a követ. Igen, én azt gondolom, hogy a vallás és a törvények és a rendszabályok, azok tesznek minket képmutatókká, mert Jézus ekkor mondta, hogy képmutatók, nem véletlen jövendőlt felőletek és Ézsaiás proféta. Amikor szabályok vannak, és egyre inkább tudjuk, hogy nem tudunk megfelelni neki, akkor elkezdünk nem megfelelni, hanem elkezdünk úgy átalakulni, hogy úgy teszünk, és úgy mutatjuk, mint ami megfeleltünk volna, és aki nem ismer bennünket, az bekajálja. De a családod nem fogja bekajálni. A gyereked nem fogja bekajálni. A gyülekezetben is nagyon-nagyon sok ilyet tudok a nem kevés éves tapasztalatom miatt, hogy nagyon sok hívő elmegy a gyülekezetbe, fölemeli a kezét, és ő a legszeretett meg a legelfogadottabb, meg a nyanyajaj, de aranyos testvér, és gyűlölik a gyerekei, az urat is, meg őt is, mert tudják, hogy ez csak arra a két órára szól, amikor ott vannak a csörcsben. Egyébként veri a feleségét, egyébként elképzel, mindegy, nem megyek, és nem mindenki ilyen. Csak ezt mondom, hogy létrehozza azt, hogy ja, elmegyünk a csörcsbe, fölveszünk a nyakkendőt, fölöltözünk rendesen, és a lelkünket is felöltöztetjük ezzel a szemét képmutató magatartásra, és igaza van az Attilának, hiszen erről szól ez az ige. És erről beszélünk, hogy az igazság, amely, és a megigazulás, és az Isten igazsága az, amelyik megmutatja, hogy én ki vagyok, ami leveszi rólam azt a terhet, hogy képmutatónak kell lennem. És erre mondtam, hogy nyugodtan lehetsz erőtlen, és lehetnek gyengeségeid, de ne legyél ebben képmutató, hogy ezeket eldugod azzal, hogy felöltözöd a nyakkendővel együtt a jó pofit. Bocsánat. Van-e még ezzel kapcsolatosan, esetleg nem folytanám senkibe semmit? Talán annyi, hogy a dolognak a lényege, hogy szeretnénk ebből teljes mértékben kigyógyulni, és szeretnénk megtanulni egymást tiszta szívből, buzgón, szeretni a Szent Szellem által az igazságnak a követésében. De most egy kicsit a gyakorlati vizekre szeretném, hogyha eveznénk. Ugye úgy gondoljuk, hogy hát azért vagyunk itt, meg azért vagyunk itt, mert szeretnénk ebbe az irányba mozdulni, nyilván annak mértéke szerint, hogy a lehetőségeink, meg a hitünk engedi. Vagy fordítva, hogy a hitünk és a lehetőségeink engedik. És az egyik formája ennek, ahol ezt meg tudjuk élni, a különböző kis csoportok, közösségek, ima közösségek, házi csoportok és így továbbok, ahol ezt meg tudjuk élni, és ezek szép számmal jönnek létre, és ezek nagyszerű dolgok, és akár honnan mi visszajelzéseket kapunk, nagyon szeretnek az emberek egy valóban őszinte közösségben ott lenni, ahol tényleg megosztják egymással magukat, és ahol ehhez nem kell valami pózba belemerevedni, vagy vallás, vagy szertartás részeseivé válni. De ugyanakkor most fölmerült egy másik lehetőség, és erről már beszéltünk, igaz, csak nagyon zárójelesen és nagyon szoftosan, hogy fölmerült egy olyan lehetőség, hogy elképzelhető lenne a gyülekezet számára egy közösségi térnek a 0-24-ben való bérlése. Tehát egy olyan helységhez tudunk bérleményként lehetséges tárgyalások folynak ez ügyben hozzájutni, ahol lehetőség van a közösséget ilyen nagyobb
létszámban is megélni, nagyobb csoportokban is megélni, és ahol 0-24-ben ott lehetünk, és gyakorolhatjuk a közösséget. Most igazából azt szeretném, hogyha beszélgetnénk egy kicsit erről, hogy megismerjék az atyafiak is, hogy mégis miben gondolkodunk, vagy mi latolgatjuk, hogy ez jó lenne, hogy lenne, mint lenne, meg tárgyalunk ez ügyben, tehát nincsenek még tiszták még a körülmények és a feltételek, de mint lehetőség ez ott áll előttünk, és engem személy szerint rendkívüli módon érdekelne, hogy ti hogyan reagáltok erre, ha megismeritek ezeket az információkat. Tehát Attila, téged kérnélek először, mert te, te beszélsz velük, hogy hozz képbe a... Igen. Jó, akkor tényleg ez most még egy elméleti dolog, tehát hogy tárgyalásokat folytatunk egy helyszínnel. Hát nem is tudom, sok száz négyzetméteres hely, sok teremmel van egy körülbelül 250-300 fős közösségi terem is, ahol tényleg bármikor dicsőítést, bibliaiskolát, minden egyebet meg tudunk tartani, plusz sok egyéb funkciója van ennek a területnek. És valóban ez egy fontos eszköze lehet a közösség gyakorlásának, tehát hogy ki tudjon bontakozni a közösség. Sok olyan gyülekezetet látunk, akinek van ilyen, és adott esetben ez lehet áldás. Ami ugye jellemző ránk, hogy látszólag kívülről úgy tűnik, mint hogyha nagyon teszethosszák lennénk, és borzasztóan nehezen hoznánk meg döntéseket, és óvatosak vagyunk. De ez azért van, mert nem szeretnénk, hogy egy hely váljon a céllá. Én azért is mondtam ezt, hogy minden abból a romolhatatlan magból nő ki, mert tényleg, ha van kijelentésünk, akkor abból minden meg fog születni, ami szükséges. És ezt kívülről nézve van, amikor borzasztóan kínos kivárni. Tehát amikor egy igazán nemes növényt elültetsz, mire magból fa lesz, és mire azon a fán megjelennek a gyümölcsök, az sajnos idő, és sokszor nagyon nehéz taktikailag fegyelmezetnek maradni, hogy az ember ne kezdjen el előre szervezkedni, és ne kezdjen el intézményeket gyártani és létrehozni, mert azt hiszem, talán a Misi beszélt róla, vagy nem is tudom ki, hogy nagyon materialistán gondolkodunk, és rögtön meg akarjuk fogni a láthatóba azt, ami a láthatatlanban már létrejött, de ennek vannak folyamatai, és nem lehet mindent siettetni. Persze, néha nagyon-nagyon szeretnénk, hogy nagyon gyorsan megtörténjenek ezek a dolgok. Én azt gondolom, hogy ahogy ezek a kis közösségek erősödnek, és igény teremtődik arra, hogy helyszín legyen, és amennyiben az Úr akarja, hogy ez a helyszín legyen az, akkor mindenképpen ez meg fog telni élettel. Én egyébként ennek most látom egy reális esélyét, ahogy beszéltünk is erről csütörtökön, hogy én úgy érzem, hogy pontosan a közösség miatt egy ilyen fajta robbanás előtt áll a gyülekezet, bármit is jelentsen ez. Szóval, mert tényleg hatalmas belső igény van. Tehát a karantén előtt tényleg úgy volt, hogy aki szerette volna, hogy békén hagyják, eljött az Isten tiszteletre, aztán hazament. Ez most már nem pálya, interneten meg lehet nézni, végig lehet hallgatni az Isten tiszteleteket. Szerte az egész eklézsiába azt lehet látni a fiataloknál is, középkorúaknál is, sokaknál, másoknál is, hogy közösségre vágynak. Tehát vágynak olyan helyre, ahol szeretve vannak. Egyszerűen hatalmas szüksége van arra az embereknek, hogy szeretve legyenek, és ez csak közösségben lehet átélni, ahol van személyes kapcsolódási lehetőség, ahol nem közönségként vesznek részt valahol, valamilyen rendezvényen, hanem ahol személyes kontaktok születnek. Ennek mindenképpen kell helyszín, és adott esetben ez a szóban forgó terület erre alkalmas lehet. Rengeteg potenciál van a gyülekezetben, még annyit tennék hozzá, hogy nem a hely a lényeg, hanem az, hogy rengeteg ajándék van a gyülekezetben. Sokan vannak, akik alkalmasak arra, hogy nem tudom, az újaknak bibliaiskolát tartsanak. Most csak arról hadd beszéljek, hogy volt az elmúlt 2-3 bemerítkezés, és nagyon sok új arc van, akik megtértek, újjászülettek, és nem a régi metódus szeretnénk elővenni, hogy akkor mindenképpen le kell nyomni a torkukon egy alaptanítást, de egyszerűen igénylik az emberek. Tehát nem arról van szó, hogy mi most rájuk akarjuk erőltetni, hanem az emberek meg akarják ismerni az Urat.
és nekünk felelősségünk az, hogy az az Isten ismeret, ami bennünk van, azt átadjuk. Tudjuk, hogy nem az elmélet fogja őket megtartani, hanem a hit. De fontos, hogy a hitünket megosszuk velük. És az a felszabadító, hogy ezt nem nekünk négyünknek kell megcsinálni. Rengeteg olyan ajándék van a gyülekezetben, aki alkalmas arra, hogy tanítsa az újakat. És ennek kell helyet biztosítani. Péter beszélt arról, hogy fontos a kölcsönös bizalom. Fontos, hogy bízzunk a fiatalokban, a gyerekeinkben. És ez egy szép szó, hogy bízok benne, de igazából a bizalomnak a jele az, amikor odaadom neki az autót, hogy elvigye. És lehet, hogy otthon végig imádkozom azt a napot, amikor elvitte az autót, de mégiscsak ez a kézzelfogható bizalom. Tehát az a bizalomnak a jele, amikor megbízást adsz valakinek, amikor felelősséget adsz neki. Feladatod, felhatalmazod, és így jönnek létre oszlopok. És minél több oszlop van, annál nagyobb sátrat lehet ugye építeni. De nem az a cél, hogy hatalmas sátrat építsünk, hogy bebizonyosodjon, hogy mi mekkora szolgálók vagyunk, hanem azért, mert ez a mag, ugye ez az Isten országának a magja, azt mondja az ige, hogy ez olyan, ez egy picike mag, de hatalmas fává növekedik, mert bele van kódolva. És egyszerűen csak ki kell várni, türelmesnek kell lenni, és ebben benne van az a növekedési potenciál, az az élet, ami utat tör minden körülmények között. Na, túl elideologizáltam ezt a helyszín kérdést, de a helyszín az... Igen, teljesen egyetértek, a helységek nem jelentenek semmit, illetve akkor jelentenek, hogyha van tartalom. A helységek, a legtöbb felekezet, gyülekezet, amit, akiket ismerek, megépítették a kis helységeiket, aztán szépen vagy elfogytak, vagy nem. Mindegy, nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, és egy ilyen pandémia utáni vákuumba, közösségi vákuumba ez egy nagyon jó alkalom lehet. Én amikor én is ott voltam, és megnéztem, akkor nagyon felbuzdultam, és miközben veletek is beszélgettem, itt többek is tudjátok, hogy jeleztem, hogyha ez össze tud jönni, akkor sokkal nagyobb lehetőségünk van arra, hogy a legkülönbözőbb szakirányú szolgálatokat el tudjuk végezni, a házasoktól, a gyereknevelésen át, a kis csoportok, a bibliaiskolánk, és stb. Stb. Tehát ezeken van a hangsúly, és az nagyon nagy áldás, hogyha ehhez kapunk egy megfelelő helyet. Ugye mi nekünk az a problémánk, hogy mi mindent, nem mindent, de az istentiszteleteket bérleményekbe végezzük, és az a helység, ami nekünk rendelkezésre áll, mint tulajdon, a Murányi utca, az meg kinőtte magát. Tehát egyszerűen kicsi már azokhoz a dolgokhoz, úgyhogy én is így vagyok vele, hogy nem a helység számít, nem az számít, hogy lesz nekünk egy valamink, hanem az számít, hogy a tartalom ott van, és a tartalom az pedig be fogja tölteni a helyet, és akkor az egy nagyon nagyszerű dolog lesz. Igen, hát én bennem ambivalens érzések vannak, mert egyfelől bennem is van egy meggyőződés, hogy szükségünk van egy helyre pluszban. Tehát egyszerűen szükségünk van egy bázisra, vagy nem tudom. Szóval ahol a hétközi élet is zajlhat. Most nem a hétvégi istentiszteletekről van szó. Hogy az emberek oda szokjanak, ott megkapják, amire szükségük van, ott legyen egy olyan fajta szellemi élet, ami más, mint a nagy gyülekezet. Ez kicsit olyan, mint az Ószövetségben, hogy felmenni Jeruzsálembe, és együtt ünnepelni az Úr ünnepein, és a nagy templomba, és a izé, és a törzsek ott találkoznak, és az fantasztikus, semmilyen se hasonlítható. De szombatonként viszont otthon a zsinagógába össze kell jönni, és akkor tanulmányozzuk az igét, és akkor nem tudom, hogy micsoda, ha kiment a szombat, lehet seftelni, és a többi. Tehát ez is mind fontos, tehát egy közösségi tér kellene, ahol a közösségi élet, de hogy ez a hely, amit mi megnéztünk, ott ugye a Kövér Lajos utcának ez a jobboldali szárnya, hogy ez az, és hogy ez alkalmas-e igazán erre, vagy inkább az van, hogy az ember túlságosan a szükségből indul ki, és az első szembejövőt megragadja, és az néha csapda is tud lenni, hogy ez-e az, stb. Ebben még úgy nem érett meg bennem a döntés. Látok benne fantáziát, nagyon jó lenne, nagyon nagy szükség lenne, hogy lehessen a zenekarnak próbálni, szükség lenne olyan fajta stúdióra, ahol felvételeket tudunk készíteni, a gyülekezet nem ad ki saját dicséreteket a dicsuli, meg a mit tudom én, mi adja ki azokat a dicséreteket, amik közöttünk születnek, és ezen jó lenne változtatni például a kokáért, de ott van egy videós csapat, akik remek dolgokat tudnának készíteni,
Mindazáltal ezeket bérelni is lehet. Tehát lehet, hogy azért az összegért, amit ott most akár rezsi címén, akár milyen címen ki kell fizetni, abból ezeket az izéket egy bérleményben kibéreljük a stúdiót, azt akkor megcsináljuk. És lehet. Szóval sok, én bennem ilyen szempontból nyilván a részletek fogják eldönteni, amennyi az annyi, hogy amiképpen vannak ezek a dolgok. De egyfelől ott van az, hogy nagyon jó lenne, nagyon nagy szükség lenne, nagyon vágyom rá, én nekem is vannak terveim, mi mindent csinálnék egy ilyen helyen, vagy mi mindent indítanék el egy ilyen helyen, de nem vagyok benne biztos még, hogy ez az a hely, az a hely. Hát én itt tartok. Hát igen, ez egy, tehát azért is beszélünk most erről, mert szeretnénk megérezni, hogy ennek milyen húzata van, amikor ti halljátok, hogy van egy ilyen lehetőség. Érán nagyon inspirálólag hatott, a C. Kovács István előadott egy elgondolást. Ha megengeded, csak a magvát elmondom, hogy ez egy olyan terem, több helység is van ott, kisebbek, nagyobbak, konyha, étkező, tehát ilyen szépen sok lehetőséget biztosító helység van ott, de van ez a 200-300 fős terem, nagy terem, és ott van egy színpad. De Cékovi azt találta ki, vagy mondta, hogy be kéne hozni, mert oszlopok vannak, középre, mint ahogy volt a Lourdes-ban ilyen dicséret, hogy középen van a, nem pódium, csak még nincs is kiemelve, ő azt mondja, hanem egy szinten a de középen. És így körülötte vannak a székek, vagy ott körülötte lehet elhelyezkedni. Tehát, hogy minden ilyen távolság és akadály, amit a színpad és a hallgatóság közé ékelni, amit mondjuk átélünk az Újpesten vastagon, hogy egy színházteremben vagyunk, ez ott teljesen megszűnhetne. És az én lelki, nem tudom én se, tehát én is várom, hogy az Isten tegyen pecsétet, de hát ezért beszélünk, mert lehet, hogy rajtatok keresztül, vagy szóval olyan impulzusok érnek, hogy nyilvánvalóvá válik, hogy mit akar az Úr, és hogy az a mag most akkor ez az, vagy nem az, ez jelentse ki az Úr, én ezt kérem. De én nekem beindult a fantáziám, meg a képzeletem arra, hogy itt egy egész héten át zajlanak a különböző kisebb, nagyobb ilyen közösségi események, a nők összejönnek tőle a fiatalokon át, a dicséret próbán keresztül az abcseltől, a mit tudom én, ifi összejövetel, vízkeresség, és így tovább dolgok. Nyilván ez akkor működik, hogyha az a vágy, az a hitbéli kívánság erős a gyülekezet tagjaiban, hogy szeretnének együtt lenni, és de jó, hogy van egy hely, ahova oda megyek, és a hét minden napján ott testvéreimmel meg oda vihetek embereket. Ez egy ilyen lehetőség. Ha ez, na hát szóval emiatt én nekem ez egy izgalmas kérdés. Annyival egészíteném csak ki, hogy nekem is az elképzelés tetszene, hogy most van egy ilyen terület, egy ipari csarnok, tehát oszlopok tagolják, meg mit tudom én, de hogy egy ilyen méretes nappalit el lehetne ott képzelni, és akkor ott ebben a méretes nappaliban zajlott, nem így, mint most, hogy ti ott ültök, még itt ültök, hanem hogy ez tényleg úgy lenne, ahogy társasozunk meg, ahogy beszélgetünk meg, ahogy a kisebb közösségekben a beszélgetések zajlanak, kanapéval, meg ilyen-olyan, nem tudom micsodával, nem kellene ezeket a merev struktúrákat megtartani. Amikor építünk, bontunk, akkor nincs választásunk, tehát nem bírunk berendezni egy nappalit a Nagyisten tiszteleten, aztán elbontani a véleményekbe, de itt például erre lenne lehetőség. Például.